Ezen a két fővárosi és 20 vidéki helyen hozott létre az országban információs és koordinációs pontokat a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért közhasznú non-profit Kft. Így az ország minden megyéjében, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megkezdődött az a munka, melynek célja, hogy a pontok hálózatot alkotva naprakész információkkal segítsék a fogyatékos embereket és családjaikat. Alapvetően egy olyan kulcsszereplőket szeretnénk a tanácsadók személyében idehozni, akik a különböző szolgáltatókat, információkat aktuálisan minden kliens, család, szakember részére biztosítani tudják. Tehát az helyi szolgáltatókat összerendelik megfelelő információkkal, látják el oda-vissza. Az információs és koordinációs pontokon működő fogyatékosságügyi tanácsadók feladata, hogy információkkal lássa el az érdeklődőket személyesen, telefonon és e-mailben is. A tanácsadók együttműködnek a család és gyermekjóléti központok szakembereivel, valamint kapcsolatot tartanak a család és gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve továbbadják az aktuális fogyatékosságügyi ismereteket. A program hosszú távú célja egy országos hatókörű rendszer kialakítása, amely a fogyatékossággal élő emberek információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését hatékonyan segíti. Nyilván itt nagyon vegyes a megkeresés, legyen az a munkavilág, a szabadidős programok megtalálhatóság elérhetősége, de akár az egészségügyi vagy a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a könnyebb ététele, az oda vezető információk megfelelő elmondása egy nagyon fontos feladat a tanácsadóknak. A megyében Nyíregyházán létesült információs és koordinációs pont. Jászai Menyhért, a város alpolgármestere úgy fogalmazott, a település mindent megtesz azért, hogy a fogyatékkal élők minden szolgáltatáshoz teljes mértékben akadálymentesen hozzáférhessenek. A szolgáltatásokat úgy kell átalakítani, hogy ők azt igénybe tudják venni, föl kell készíteni az intézményeket, itt legyen akár szociális ellátásról szó, igazgatásról, esetleg munkahely teremtése vagy pedig megszerzése, tehát nagyon sokrétű, egészen az akadálymentesítésig. A fizikai akadálymentesítésig, a kommunikációs akadálymentesítésig. Erre nagyon sok szép példát látunk. Ez a program, mint egy összekötő kapocsként felkészíti a fogyatékkal élőket, hogy a szolgáltatásokat hogyan tudja igénybe venni. A szolgáltatók részéről pedig arra készíti fel őket, hogy milyen igényeik vannak a különböző fogyatékkal élőknek. Legyen az akár hallássérült, látássérült vagy mozgássérült. A nyíregyházi megnyitón az is elhangzott, a létrehozott információs pontok nem csak arra szolgálnak, hogy ott segítséget nyújtsanak, hanem hogy közösségeket és kapcsolatokat is teremtsenek.